Megyünk tovább a ma délutánnal. Új kétnyelvű utcanévtáblákat helyeztek ki Beregszászban. A kárpátaljai város vezetése nyelvészeket kért fel arra, hogy a magyar és az ukrán feliratok is helyesek legyenek. Az újonnan kitett táblákon szerepel a település színes címere is. Beregszász polgármestere két hónappal ezelőtt jelentette be, hogy új utcanévtáblákat kap a Kárpátaljai Magyarság Kulturális Központjának számító Vérkeparti város. A legyártásoknál figyelembe vették az ukrán parlament által tavaly elfogadott törvényt is, amely szerint a kommunistákról elnevezett utcákat át kell nevezni. Én nagyon örülök, hogy a régi fém utcatáblák, amelyek rozsdásak és már kopottak voltak, kicserélődnek kétnyelvű utcatáblákra, és természetesen azt a típus tervet fogadtuk el, amit a képviselőtestület támogatott, hogy a két nyelv utcanév mellett ott van városunk címere is. Ezek műanyagtáblák. Érdekes dolog az, hogy népszerűek. Van olyan tábla, amit kihelyezés után néhány nap a úgymond vagy szuvenírbe, vagy ajándékba elvittek, de hát ezeket pótolni fogjuk természetesen. Beregszászban legutóbb a 90-es évek elején cserélték az utcanévtáblákat. A szovjet birodalom szétesése után ugyanis az utcák visszakaphatták történelmi nevüket. Azonban ezt követően is sok volt a nyelvtanilag hibás felirat. A polgármesteri hivatal a lektorálás elvégzésével a beregszászi főiskolán működő Hodinka Antal intézetet bízta meg. Olyan megjegyzéseket, olyan javaslatokat tettünk, hogy az ukrán nyelv nem tesz különbséget az utca és az út megnevezés között, mi viszont javasoltuk mindvégig, hogy tartsuk meg ezt a hagyományos magyar névadási hagyományt, vagyis, hogy Munkácsi út legyen, amely ugye kivezet a település határain túlra, de mondjuk Ungvári utca legyen, mert Ungvárra közvetlenül ide utca nem vezet. A közterületek magyar nyelvű elnevezéseinek kidolgozása során tanulmányozták többek között Beregszász 1914-es, 1939-es és 1992-es utcanévjegyzékét, továbbá konzultációkat folytattak a város több köztiszteletben álló polgárával és történészével. A névlista összeállításakor törekedtek arra, hogy megtalálják a hivatalos ukrán névváltozatot leginkább tükröző, ám ugyanakkor a magyar nyelv névadási tradícióinak, a város magyar lakossága által hagyományosan használt névformáknak, illetve a magyar helyesírás szabályainak megfelelő, de Ukrajna vonatkozó törvényeivel is összhangban lévő névalakokat. Fontosnak tartottuk azt, hogy a városba látogató turisták is lássák a város címerét, és nagyon szépre sikerültek ezek az utcanévtáblák, kétnyelvűek, így a külföldről érkezők ugyanúgy ugye a latinbetűs feliratok mellett a cirilbetűsi feliratokat is ugyanúgy el tudják egyszerre olvasni. A várost szépítették, illetve minden egyes utcasarokra felkerültek ezek a kétnyelvű utcanévtáblák. Ez emeli egyrészt a városnak a színvonalát is, és bízunk benne, hogy a lakosság számára is elnyerte a tetszését. Az eddig kitett utcanévtábláknak egy jelentős része, a többségük majd, hogy nem elhasználódott, tehát nem lehetett olvasni rajtuk, illetve hát nagyon sokon nem is volt magyar nyelvű felirat, úgyhogy csak pozitívat tudok róla mondani, csak pozitív dolgokat hallottam. A közterületi elnevezések jól tükrözik az adott vidék történelmében bekövetkezett változásokat. A Beregszász központjában található utcák, terek megnevezése is számos alkalommal változott az elmúlt évtizedek során. Mivel a város és környéke kedvelt turisztikai úti cél Ukrajnában, de magyarországi vendégek is szívesen látogatják, a szakértők azt tanácsolják, hogy a hivatalos ukrán, illetve magyar megnevezés alatt egy másik táblán azokat az elnevezéseket is tüntessék fel, amelyekkel az adott utcát vagy teret a korábbi korszakokban nevezték. Erről azonban még nem született döntés Beregszászban.